Romániát 100, Magyarországot 173 sportoló képviseli a tokiói nyári olimpiai játékokon. Kádár Zoltán és Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió két sportszerkesztője a helyszínről fognak közvetíteni. Ma Kádár Zoltán kollégánkat kapcsoljuk élőben a bukaresti Henri Kanda nemzetközi repülőtérről. Szervusz Zoltán! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Milyen idő van Bukarestben, itt zuhog Kolozsváron, borzalmas. Ott látom a kékeget. A kékeget is, igen, valóban, és jó meleg, páradús levegő van, úgyhogy szokjuk a tokiói klímát, hiszen ott minden nap az elkövetkezendő héten, illetve legalábbis ezen a héten 35 fok lesz napközben, és éjszaka sem csökken 26 fok alá a hőmérséklet, és a páratartalom az Tokióban mindig nagy, úgyhogy ehhez próbálunk mi is minél hamarabb aklimatizálódni. Kezded ezt Bukarestben, ugye? Tehát azt tudjuk, hogy a járvány teljes mértékben áthúzta a szervezők számításait, 2020 helyett 2021-re halasztották az olimpiát, legvégül most már a nézőket se engedik be, úgyhogy óriási teljesítménynek számít, meg nagyon jó dolog az, hogy a Marosvásárhelyi Rádió két tudósítója is részt vehet az olimpiai nyári játékokon. Kíváncsiak lennénk arra, hogy ez hogyan sikerül két sportújságírónak eljutni ilyen nehéz körülmények között Tokióba? Azt hiszem, elsősorban a munkánkkal bizonyítottuk, hogy megérdemeljük ezt az akkreditációt. Itt azt kell tudni, hogy komoly verseny zajlik az újságírók között is, hogy kikerüljön el az olimpiára, kijusson el az olimpiára. Mint a sportolók esetében is, az újságíró esetében is a legfőbb sportesemény a nyári olimpia. Ide szeretne minden újságíró eljutni, nos, így voltunk mi is. Én kezdtem a paralimpiákkal 2012-ben Londonban, majd 2016-ban Rióban. Aztán ezzel pedig bebizonyítottam, hogy képes vagyok lefedni egy ilyen hatalmas rangú sporteseményt. 2018-ban már a pjongcsangi téli olimpiai játékokra a Román Rádió delegáltjaként voltam, és jelen pillanatban is a tokiói olimpiára szintén a Román Rádió Társaság kiküldött munkatársaként utazom. Szép Zoltán kollégám pedig egyenesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kapott akkreditációt, tehát úgy gondolom, hogy mind a kettőnknek megérdemelt volt ez az akkreditációs folyamata, de természetesen itt nem dicsérni akarom magam, hanem elmondjam azt, hogy azért követik az újságírók munkásságát, követik a tevékenységüket, és nem adnak akárkinek akkreditációt az olimpiákra. Hát hidd el, hogy büszkék is vagyunk rátok. Szép Zoltán, most miért nincs veled? Miért egyedül utazol? Köszönöm szépen. Szép Zoltán kollégánk 24-én pénteken érkezik, illetve pénteken 23-án indul Budapestről. Mivel én a Román Rádió Társasággal megyek, nekem egy társaság foglalta a repülőjegyemet és a szállást, ő pedig magánúton érkezik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkreditációjával, ő másúton foglalta az utazását és a szállását, ezért ő Budapestről indul, én pedig Bukarestről, úgyhogy ezért nincs most jelenleg velem, de hát ott Tokióban valószínű, hogy biztos, hogy találkozni fogunk. Itt most megragadom az alkalmat, és elmondom, hát csak információként, hogy nyilván az előző olimpiákon még több, de most is 17 000 közvetítésért felelős szakember, és 6 000 média dolgozó lesz Tokióban, közöttük ti. Ott vagy a bukaresti Henri Kanda nemzetközi repülőtéren. Azt hallottam pontosan tőled, a tegnap beszéltünk telefonon, hogy az előző járattal, vagy a sportolók, akik az előző napokban indultak, tehát a bukaresti reptértől egészen az olimpiai faluig 33 órára volt szükség a megérkezésig. Miért ez a sok idő? Hát egyrészt hosszú volt az utazás, másrészt 8,5 órát ültek a repülőtéren Tokióban, amíg minden formaságot elvégeztek. Kell tudni azt, hogy két applikációval is rendelkezünk, mind a kettőn követni fognak bennünket. Az egyik ahhoz szükséges, hogy belépjünk az országba, ide fel kell tölteni egy különleges, csak a japánok által kiadott COVID negatív teszt formanyomtatvány. Ezt kell egyrészt feltölteni erre az applikációra, és kitölteni egy csomó kérdést, illetve megválaszolni egy csomó kérdést. Azt a repülőtéren leellenőrzik, ha valami nem talál, akkor segítőkészen, de odaállnak melléd, és kisegítenek, kitöltenek veled minden.
aztán kell egy tesztet adni a repülőtéren, szinte egy COVID-tesztet, hiába rendelkezem oltással, oltási igazolvánnyal, illetve két negatív PCR-teszttel. Mikor megérkezem Japánba, akkor egy újabb teszten kell túlesnem, ha az negatív, akkor mehetek csak majd ki a repülőtérről. Így jártak a kollégák is. A bukaresti rádiós kollégáink tegnap este érkeztek meg, náluk annyi volt a szerencse, hogy ők 3,5 óra alatt ezt a repülőtéri hercehurcát kipipálták, de azelőtt bizony nem voltak olyan szerencsések a többiek, 8,5 órán át tartott nekik ez a procedúra. Nyilván attól is függ, hogy hány sportoló érkezik meg, hány hivatalos személyiség, hány újságíró egy időben a tokiói Narita repülőtérre, tehát ezektől is mind függ. Meglátjuk, hogy velünk mi történik, mi igyekszünk mindennel előkészülni, aztán lássuk, lesz, aminek lennie kell. Hát napirenden leszünk, hiszen igyekszünk benneteket minél gyakrabban kapcsolni, hiszen borzasztóan kíváncsiak vagyunk a részletekre. Azt tudjuk, hogy a drákói megszorítások vannak Japánban, különösen Tokió Harumi negyedében, a tengerparton, ahová ugye az olimpiai falut felépítették. Az olimpikonok egészen egyszerűen nem hagyhatják el a hotelt, csak engedéllyel. Gondolom, ez veletek is így lesz. Amúgy ti hol lesztek elszállásolva? Mi is közel az olimpiai faluban, egy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Tokiói Szervező Bizottság által akkreditált szállodában, tehát csak ilyen helyekre lehetett szállást foglalni. Az, hogy most egy valamilyen szolgáltatón keresztül olcsó szállást találjon az újságíró, ezt elvetették, sőt azokat is kötelezték, hogy költözzenek be a nyilván jóval drágább hivatalos média szállásokra, akik korábban olcsó szállást foglaltak, ezért van jó néhány újságíró, aki éppen emiatt marad le az olimpiáról, és nem is kevesen vannak közülük, akik egyszerűen a többletet már nem tudták kifizetni, nem tudtak rá szerezni pénzt, nem volt meg az anyagi háttér. A szigorítások nálunk is ugyanúgy működnek, a szállodát nem hagyhatjuk el, állandó jelleggel GPS-en követnek egy bizonyos applikáción keresztül, abban a pillanatban, hogyha elhagyjuk a szállodát, akkor joguk lesz akár az akkreditációt is visszavonni. Csak a hivatalos média közlekedési eszközökkel indulhatunk útnak. Le kellett adni egy tevékenységi tervet, amelyben meg kellett jelölni előre, hogy milyen sportlétesítményeket szeretnénk meglátogatni. Tehát azért nagyon-nagyon komoly ennek a háttere, és nem csak a szervezők számára, hanem valljuk be, hogy számunkra is, hiszen ezek új fejlemények. Új szabályok, igen. Nyilván. Tehát gyakorlatilag az első 14 napon csak itt lehet közlekedni a hivatalos média szállítással, és csak a sport létesítményeken belül a legnagyobb sajtóközponttól, a nemzetközi sajtóközponttól át, egészen a különböző események mixzónájáig, de a mixzónákban is különböző szabályokat kell betartani. 2 méterről kell készíteni az interjút. Igen, ezt akkor szerettem volna kérdezni, hogy egyáltalán... Halászbotokat viszünk magunkkal, hogy tudjunk esetleg interjút készíteni. Hát nagyon-nagyon furcsa. Nyilván, hogy aki már több ilyen nemzetközi eseményen volt, az tudja, hogy miből áll ez. Mi sajnos erdélyi magyar vagy romániai magyar újságíróként az utóbbi időben nagy nemzetközi eseményen kevesen voltunk, így nem tudjuk még, hogy miből áll. De hát fel vagyunk készülve. Selfie botot vittünk, mert annak a végére is rá lehet akasztani majd valamit. Zoltán, ez most a BBC nagyon friss híre, néhány órája közölték, hogy például 6 lengyel sportolót hazaküldtek, mert több úszót vittek a lengyelek, mint ahányat lehetett volna. Egy ilyen komoly szervezésű rendezvénynél egyáltalán hogyan történhet meg ilyesmi? Hát ezt nem tudom. Hiába kérdezem tőle, csak hogy igen. Tehát valószínű, hogy a lengyelek voltak, vittek tartalékúszókat is, éppen azért, hogyha valaki elkapja a koronavírust, akkor esetleg beugorjon helyette más. De hát ahány sportolót lejelentettek, annyival kell menni, úgyhogy több mint valószínű, sőt, 100%-os, hogy a tokiaiaknak abszolút igazuk volt, és jogában állt a tokiai szervezőbizottságnak, hogy postafordultával hazaküldjék a lengyel
sportolókat, lengyel úszókat. Érdekes ez a történet egyébként. Jó, itt beszélünk, egy 6 órás időeltolódásról beszélünk Románia esetében, Magyarország esetében 7 órás időeltolódás. Tehát nekünk, itthoniaknak sokszor hajnalban kell kelnünk azért, hogy szurkolhassunk, akinek éppen szeretnénk. Lássuk, akkor most nézzük az éremesélyes román és magyar sportolóinkat, akikért érdemes hajnalban felkelni. Mert például tudom, hogy Hosszú Katinka 400 méteres úszásáért pontosan román idő szerint 5 óra 15 perckor kell felkelnünk és bekapcsolnunk a televíziót. Igen, és a Milák Kristóf döntőjére, és a vízilabda csapat, és a magyaroknál azért jóval több az éremesélyes, mint a romániai küldöttségben, de hát a romániai küldöttségben is ott vannak a tornászok, ott van az evezősport, ott van a kajakkenú, ott vannak a birkózóink Ince Krisztával a soraiban, ott vannak az asztali teniszezőink, Szőcs Bernadettel, akik tényleg csapatban akár megdönthetik az ázsiaiak hegemóniáját. Nem feltétlenül egy olimpiai bajnoki címmel, hiszen a kínaiakat nem hiszem, hogy valaki le tudná győzni ezen az olimpián sem. De egy dobogós helyre van esélyük? Japánok, de a román asztali tenisz válogatottak bizony-bizony van egy dobogós helyre esélyük. Akár Szőcs Bernidek Ovidiu Ionescu-val az oldalán a vegyes párosban, hiszen csak 16 vegyes páros indul az olimpián, tehát 2 győzelemmel már ott lehet a legjobb 4 közé kerülni, és az már bizony-bizony ott van, hogy csak egy hajszál kell az olimpiai éremhez. Na, és vannak sportolók, akár kiből, az úszókból is, Robert Glinczából is kijöhet, vagy ott van ez az új fiatal tehetség, akiből kijöhet egy jó eredmény. Az olimpia az mindig más, és ez az olimpia teljesen más lesz a többiekhez képest. De például elnézést, Zoltán, hogy félbeszakítalak, de az úszók esetében, például hosszú ideig ők nem tudtak rendesen edzeni, nem tudtak rendesen készülni, hiszen a járványhelyzet miatt nem volt lehetőségük rendesen felkészülni. Tehát előfordulhat, hogy gyengébb eredményeket produkálnak éppen emiatt most az olimpián? Előfordulhat, de az is előfordulhat, hogy éppen emiatt sokkal jobb eredmények jönnek ki belőlük, hiszen nem volt akkor a terhelésük, nem volt annyi versenyük egy idényen belül. Nagyon-nagyon furcsa lesz, és rengeteg meglepetés lesz szerintem ezen az ötkarikás játékokon, mert vannak sötét lovak. Vannak olyan sportolók, akiket nem is látott a világ, 2019-ben megszerezték a kvalifikációt, és azóta nem versenyeztek, nem jutottak el egy világversenyre. Fogalmuk sincs, hogy milyen formában van, az ellenfelek nem tudják feltérképezni őket, úgyhogy csak ott a helyszínen fognak találkozni, és biztos vagyok benne, hogy lesznek hatalmas meglepetések, olyan eredmények, amelyekre nem igazán számított a világ. Maradjunk még egy kicsit a román sportolóknál, és aztán beszélünk a magyar sportolókról is. Tehát a 100 romániai sportoló közül, hogyha jól tudom, 3 erdélyi. Igen, Miklós Andrea, Szőcs Bernadett és Ince Kriszta. Ők mennyire esélyesek éremre? Hát Szőcs Berniről beszéltünk, Ince Kriszta is lehet a sötét ló, hiszen ő azért serdülő Európa-bajnoki ezüstérmes, tehát azért nem egy elhanyagolandó versenyző. Ince Kriszta az utolsó pillanatban került ki az olimpiára, amiatt, hogy az észak-koreai küldöttség a koronavírus járvány miatt visszamondta a szereplését, és pont egy észak-koreai volt előtte a listán, tehát így Ince Kriszta felkerült a kvalifikációs listára, benne is ott van a jó eredmény. Miklós Andreával beszélgettem, épp a tegnap készítettem interjút vele, hát neki volt egy elég csúnya akilleszin sérülése, amely nem igazán jött rendbe, az ő számára a tisztességes helytállás lesz az elvárható. Az igazság az, hogy ő sem bízik nagyon a remek szereplésben, de azért nem szeretne szégyenkezve hazajönni Tokióból, tehát mindent belefogadni, mert ez az akilleszin gyulladás, amivel küzdik, az egy elég komoly dolog, és sajnos nem volt ideje kipihenni ezt. A magyar sportolók közül pedig kik a biztosan érmesek? Hát Hosszú Katinkára mindenki tippel rajta kívül. Biztos érmesről nem lehet beszélni az olimpiák de hát tippek mindig vannak. Magyarországnak 13 érmet jósolnak most is. Igen, de az AP amerikai hírügynökség már 9 aranyat vetített előre. Például Péni Istvánnak a sportlövészetben mind
egyszerre kettőt is, két aranyérmet a két különböző próbában, sőt, még egy ezüstérmet, nem, egy bronzérmet is előrevetítettek. Világ Kristóf Hosszú Katinka, a magyar férfi vízilabda válogatott és a magyar női vízilabda válogatottat egyértelműen az épi bronzérmesnek tekinti, vagy úgy számol vele, hogy bronzérmes lesz, és aztán még ott vannak a Lőrinc testvérek birkózásban, akik hozhatnak jó eredményt, az öttusázók, a birkózók közül, a cselgáncsozók közül, tehát van Magyarországnak potenciálisan jóval több éremesélyese van, mint Romániának, de természetesen ez majd ott kell kijöjjön a helyszínen. A kajakkenusoktól is mindenki sok aranyérmet vár. Tehát egy gyengébb nap, egy rossz pálya, egy szélsőséges időjárás akár teljesen megváltoztathatja az előzetes esélyeket. Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy bekapcsoltál Bukarestből. Jó utat kívánunk neked, reméljük, hogy nem 33 órát fogsz utazni, és a következő kapcsolás pedig már Tokióból fog történni, és akkor beszámolsz a nyitógáláról is, amire nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Igyekszünk minél többet és minél gyakrabban kapcsolatban lenni veled, amíg Tokióban vagy. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, én is igyekezni fogok, bár valószínű, hogy a nyitó ünnepségre nem fognak beengedni csak szájkosárral néhány újságírót. De a hangulatát azért mégis más onnan látni és elmondani keresztül, neki. Televízió keresztül megnézem én is. Köszönjük szépen, Zoltán, nagyon jó utat kívánunk neked, és büszkék köszönöm vagyunk szépen, rád. Nektek is köszönjük, minden jót. Köszönöm.